Sziasztok! Ez itt egy újabb videó lesz, ami különleges lesz, mert nem egy LEGO fegyvert fogok megmutatni, hanem egy LEGO iPhone 4S-et. Láthatjátok, LEGO-val van iPhone 4. Hát elég nehéz volt megépíteni. Láthatjátok, itt van a töltője. Itt a kilépőgombja a főmenübe. Itt a kikapcsoló gombja. Itt bírunk vele fotózni, és ide, hát eredetileg ez lenne a logó, de mivel ugye nincsen iPhone-os ilyen csámpeszerű LEGO elemen, ezért nem bírtam rátenni, hogy iPhone legyen. És itt meglátható ugye a két hangosító és halkító gomb. Hát nem mondom, hogy könnyű volt megépíteni, mert nehéz volt azt, hogy itt oldalt és körbe végig menjen a csempe elem. És hát ugye csináltak ide a hátlaphoz, mert ugye a hátlap az leszedhető itt. Csináltak hozzá rengetegféle hátlapot, amilyet akartok. Csak lényeg, hogy a logó az mindig itt legyen. Hát meg lehet, hogy meg fogom mutatni a hátlap nélkül. A hátlap nélkül így néz ki. Oda lehet rátenni a hátlapot, így nagyon vékony. A telefon. De szerintem egész jól néz ki is. És most ez az egyik olyan ritka eset, amikor szín szerint építem meg az iPhone-t. Tehát éppen a dolgot, amit építek, már elég hülyén néznek ki, hogyha így sárga, kék, meg össze-vissza lennének a színek. Hát úgy szerintem 10-15 like körül meg fogom mutatni, hogy hogyan rakjátok ki. De lehet, hogy elég lesz ott like is már. Na hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!